A legutóbb december 27-én a Platán sor 9-nél volt csőtörés, azonban a páros oldalon lakókat is érintette a rendellenesség. Ahogy a lakók ugye a vízben is örülne annak, hogy végre meg lehessen oldani a Platán sor problémáját, hiszen 2006 óta, amióta a Fidesz volt hatalmon Kanizsán, közel 100 csőtörés volt csak ezen a szakaszon. A megoldás adott, a teljes vízi közműcserét végre kell hajtani, ami természetesen a mi, tehát az önkormányzat feladata lenne, ehhez azonban nincsenek meg a kellő forrásaink. A jövő évi költségvetésben megtaláltam a forrást, ezért is adtam be dr. Bennett Kolomán által módosítóindítványt, amit sajnos a regnáló országgyűlési képviselők pártja még csak napirendre sem vett, nem tartották fontosnak a kanizsai polgárok problémáinak megoldását. A folyamatosan visszatérő meghibásodás mindig váratlanul érinti a lakókat, ezért sokan már vizet tartalékolnak arra az esetre, ha megint jelentkezne a probléma. Azon kívül, hogy nem tudunk rá felkészülni, bár megmondom, most már a legtöbb háztartásban tartalékolunk egy-egy karton ásványvizet, meg hát ugye kipibe tud kannába, vödörbe, tárol egy kis vizet. Na most lajtkocsit mindig biztosít az önkormányzat, vagy a vízmű, nem tudom ez kinek a hatásköre, de sok az idős ember az utcában, hát problémát okoz neki, különösen aki bottal jár, hogy fölcipelje a harmadik vagy negyedik emeletre. A lakónk híradónknak elárulták, 2019-ben is előfordult, hogy 2-3 hetente volt csőtörés. Bár a vízmű munkatársainak ezúttal sikerült gyorsan megoldani a problémát, végleges megoldás csak a teljes csere jelentene.